élt rég nagyapád, nem volt írott, rajzolt határ, ez az ország a te hazád. Van egy emlék, van egy kép, három színről, amit tiéd, széles völgyön, folyókon át, ez az ország, a te hazád.
de sose feledünk, ez a föld a miénk. És marad is. Ez a föld az enyém, nem adom semmiért. Ez a föld az enyém, az álmaidért. Ez a föld az enyém, nagyapám bennem él. Harancol az álmaidért.
Köszönjük! Elárulok egy titkot, hogy van egy olyan dal, amit minden koncertünkön valakinek ajánlunk, és az ő tiszteletére játszunk el. Eddig az volt, hogy az a hölgy, aki itt van közöttünk, aki most a szülési szabadsága jött vissza, és először vagyunk a színpadon, nagy tapsot neki. Na először azt mondtam mindig, hogy hát most akkor játsszuk ezt a dalt Fehér Nóra. Mert akkor éppen olyan helyzetben volt, hogy vártuk, hogy legyen valami. És akkor megjött Babos Bátor Csaba, aki itt van, meg valahol köztünk. Ott van az apukája is, ott van a függöny mögött, és akkor ezt a dalt általában szoktok játszani a bátortak. De most ugye különleges alkalom van, és ez a dal végül is arról is szól, akit ma ünneplünk, azaz Szűcs Pistának. Nagy tapsot neki, mert ki szívét osztja szét, ő lesz a remény. Ki nap lesz, ki után, de
Jó volt magadnak lenni.
fülek itt. Három határ, olyan, mint... Három határ, olyan, mint három halál. Itt csúd meg, hozzá talál. Ég feri úr á nýsans
kicsi egyezetlen, színes ceruzák. Feri Bóra! A legfiabb a Anyuka köztünk. Végre köztünk! József Attila, Hetlevi Király. Szeretsen királyt, én akartam énekelni. Ezt most nem lehet, mert nincs feketére testvallag. Thank you.
kedvesemet várom. Nap jön a napra, elrepül az álom, éjszakai után magamat találom. Na most jön a tánc! Melyik a remény, két szín bennem, melyik az enyém? Egy út vezet el az égben tovához, másik út a pokol kapujához. És a legjobb Magyarország legjobb basszusgitárosa, Zsoldos Tamás! Köszönöm, hogy a középső gyermekem a szaxofonnál, Koltai Sólyom! Most egy sokkal, sokkal nagyobb ovációt szeretnék hallani, mert itt van közöttünk az a úriember, aki miatt a hölgyek, a nagymamák, a fiatalok, fiatal lányok főleg, fiatal lányok eljönnek a koncertjeinkre, mert minden zenekarban a legfontosabb a gitáros. Terpesz beáll, és onnantól vége mindennek. Tehát Szekeres Zoltán! És hát itt van az én arcos társam, akivel 34 év óta összeköltöztünk, jóban, rosszban. Tehát a billentyűnél a mai ünnepelt Szűcs István! Na és most következik Nagy Magyarország térképe. Egy igazi székely ember Kézdivásárhelyről, Vitéz Gáspár Álmos! És hát koronám legszebb gyémántja, aki most debütál a Kormoránban, mert eddig nem volt velünk, és olyanak voltunk, mint az Alexandrov kórus. Csak fiúk voltak a színpadon, de most már lány is van köztünk, tehát a Vajdaságból Fehér Nóri! És hogy a kedves műsorvezető barátunk már elmondta az én poénomat, de igazából nem teljesen jól, mert azt mondta, hogy a Gutai oroszlány. Most nem tudom, ez most lány vagy fiú? Nem, nem, azt mondta, oroszlányt nem mondom. A Gutai tigris, Patkerti! Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Egyesületünknek köszönjük ezt a fantasztikus közel 46 évnyi őszinte tiszta magyar zenét. Számos rockopera, filmzenét. Ő nem más, mint a Kossuth díjas, Koltai Gergő! Yeah!
igazság, biztosan, 100 millió csapás, de újra lesz hatán. Egyeken át, öltön át, lovagó 9 kötyán. Egyeken át, öltön át, gázlóra talál. A fája, így a lár, áll a régi pár. Így a fája, így a lár, minden hátó az a pár. Boldog születésnapot! A 60 éves Szűz Pistinek, akiről mi tudjuk, egy könyv jelent meg, amiben benne van az összes titka, az összes nőgye, amiről még már ki se tudott, de én is megismertem mindent. Úgyhogy köszönjük ezt a könyvet neked, Pisti! És akkor most következel a dal, mely mindenkihez szól, mindenkinek. És meg is kérnénk a vendégeinket, akik még itt vannak, hogy jöjjenek fel, segítsenek nekünk énekelni, jó? De még mielőtt elkezdenénk, fölírtam, mert nehogy valakit kihagyjak. Akik nélkül nem jöhetett volna létre ez az este. Külön köszönet neki. Újpest önkormányzat, Bedő Katarina polgármester asszonynak nagyon szépen köszönjük. Dr. Teleki Juditnak, aki mindenben segített, és nagyon szívén viseli a műsorsunkat is. Külön köszönet. Belán Beátrix, az Újpesti Kulturális Központ vezetője, hogy megengedte, hogy ilyen rossz időkben itt koncertezhessünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
Hajdu Blanka és Kocsis László önzetlen segítségének, aki segített egy kicsit megtámogatni ezt a koncertet. Kuti Zoltán és csapatának, aki ezt a gyönyörű hangot ide varázsolta nekünk. És Ferenci Kornélnak és csapatának, aki a hangot és a fényt is biztosította nekünk. Az összes közreműködőnek, segítőnek, kobokosoknak, ifjúsági ház dolgozóinak, képzeljétek, itt dolgozom 10 éve is, mindig ilyeneket csinálok, és szerencsétlenek bírják és segítenek. Úgyhogy külön köszönet nekik. A családomnak, hogy itt vannak ők is velem, és segítenek, és cipelik az összes vackomat, amit mindig hordozgatok. És a koncert létrejöttében segítek. És a közönségnek, nektek külön köszönet, hogy kitartottok a mellettünk ezekben a nehéz időkben is ilyen covidos viszonyok mellett is eljöttetek, és együtt örülünk a eljövendő barátságnak. És akkor vendégeimnek nagyon jönnek. Gyertek vendégek, nem tudom, hogy jöjjön. Most egy olyan változat jön, hogy C-mollba kezdem, és aztán majd átmegyünk E-mollba. Csak mondom. Thank you.
Kis István!